Nálam a szájfényem, most fogdosom a vépemet, oké? Okay? Most nincs nálam a drusban, úgyhogy a fészicskémet fogdosom. Jó? De nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, most a férfiakhoz szólok. Igen, figyelünk. Mert mi nők ezt nem tudjuk tovább tolerálni. Na mi a baj? Megkérlek titeket nyomatékosan, hogyha nem bakará arcotok van, akkor ne fújjátok be magatokat bakarával, akkor fújjátok magatokat zarával. Mi? Milyen az a bakara arc amúgy? Ilyenne vagy? Milyen a bakara arc ember? Hát, ha nem bakara arcod van, ne fújd magad bakarával. Ha nincs fészi fejed, a fészit a kezedbe ne vedd. Megértetted-e? Miért is nem szabad bakarával fújjam magam, hogyha zaras arcom van? Mert amikor ilyen jó parfümöket használtok, akkor tök feleslegesen fordulunk vissza, mert utána azt látjuk, hogy... Ah, nem. Én azt tartom, hogy minden nő gyönyörű, de aki ilyen fejfogással rendelkezik, arra most kimondom azt, amit ténylegesen gondolok, hogy... Húha! Igen, az az őszinte véleményem az itt látható hölgyeményről. Annyi festék van odakánva, hogy 100 méter kerítésre elég lett volna. Ha nem festékvederes arcod van, akkor ne fásd magad. Logikai játék volt, köszönöm szépen. Hallatszik a háttérben az éhes gyerek, éppen bőgedezik a kajáit, úgyhogy avval kéne foglalkozni, de hallom a hangján szegény gyereknek, hogy ezt ő se bírja épésszel, ami ott zajlik, ezt nem bírja, hát hallgassátok meg. Mert ezért fordulunk vissza állandóan, már kitörik a nyakunk, a semmiért. Értitek? Forgolódik, mint fing a feredőben. Nem, én ezt nem bírom tovább. Ezt én sem bírom tovább.